ha testépítésre gondolunk, akkor mindenki azt gondolja, hogy ez egy csillogó, villogó világ, amiben nagyon izmos emberek mutogatják magukat a színpadon. Viszont, hogy milyen az igazi testépítés és milyen az igazi verseny, arról kérdezem majd kerékgyártó Ádámot, akivel tegeződni fogunk a régi ismeretség okán. Ádám, te mikor kezdtél el ez iránt a sport iránt érdeklődni? Hát igazából minden jóval korábban kezdődött. 1997-ben kezdtem el karatézni, és utána később, hogy kezdtem felnőni, kezdődött egy ilyen kis kiegészítő sportágként használni a testépítést, így lejárogattunk fekvenyomni, húzózkodni, tolózkodni, hasonlók. De úgy igazából ilyen 16 éves korom óta kezdtem el ezzel komolyabban foglalkozni, de akkor is még csak hobbiként, ilyen kiegészítésképpen. És ugye akkoriban még a karate sportban versenyeztem, aztán ez abban maradt, és hiányzott maga az a versenyszituáció, az a versenydruk. És hát mondták, hogy hát egész jó fizikumod van, próbáld ki ezt, legyen úgy. És kipróbáltam a testépítő versenyzést, és az elején még nagyon-nagyon döcögősen indult, ugye soha nem volt támogatóm, aki megmondja, hogy mit, mikor, hogyan csináljak. És hát ez látszódott is a kezdeti években. Nem nagyon sikerült eredményeket elérni, de ahogy léptem előre egyre jobban az években, hogy egyre több versenyre eljutottam, úgy tudtam meg egyre több mindent erről az egészről, és gyűjtöttem be információkat, olvastam utána. Tehát akkor te autodidakta vagy? Abszolút, igen. Tehát soha senki nem mondta meg, hogy hogyan. Nagyon sok mindent a verseny hátterében, a backstage-ben hallottam. Így emberek, amiket mondtak, láttam, hogy hogyan, mit esznek, mikor esznek, hogyan esznek, nekem erről fogalmam sem volt. Utána kezdtem el olvasni, akkoriban kezdtek el megjönni erről videók is, mert eddig ezt a világot a többi nagyobb testépítő versenyző nem igazán hozta föl, és nem beszéltek erről. Én is csak annyit láttam, hogy fönt állnak a színpadon, fú, de hatalmas, izmosak, szárazak, nem tudtam, hogy hogyan. És kezdődtek erről videók jönni elő, hogy hogyan csinálják, mit csinálják, és én jegyzeteltem folyamatosan, hogy ki mit hogyan csinál, és elkezdtem ezt kipróbálni saját magamon, és ugye én már 7 éve versenyzem folyamatosan. Ez a folyamatos azt jelenti, hogy nálunk tavaszi és őszi szezon van, és 7 éve keresztül folyamatosan tavasz-ősz, mindig versenyeztem, és azt mondom, az utolsó 4 éven volt az, amikor már egy tudatosan felépített program alapján készültem föl, amikor már tudtam, hogy mit csinálok, tudtam, hogy miután mit kell tennem, hogyan kell lennem, mikor kell lennem, hogyan kell vizet hajtanom, hogyan kell ürítenem, hogyan kell töltenem, milyen hasonlók. És ebben a 4 évben már csak ilyen apró kicsi finomítások voltak mindig a versenyről, hogy léptem előre, hogy próbáltam még jobbat és még jobbat kialakítani. Most azonban eljutott a profi szintig. Igen. Zalaegerszegen. Hogyha bepillantást engedsz ebbe a világba, tehát említetted, hogy táplálkozás, vizelethajtás, mekkora igénybevétel ez a szervezetnek, hiszen itt nem csak arról szól a dolog, hogy nagy súlyokat tudjunk emelni. Igen, magának a szervezetnek ez borzasztó megterhelő. Tehát itt konkrétan azt mondom, hogy a testemnek egyetlen fő funkciója van, az a túlélés, és ezt a túlélő funkciókat kell kijátszanom ebben a felkészülésben. Mert ugye itt már nem is a diéta eleje, tehát nekem ez volt az életem egyik leghosszabb felkészülése. Így diéta szempontjából 19 héten át diétáztam, és folyamatosan alakítottam a diétámat. A kezdetekben nem is volt annyira nehéz, mert annyira vészes, mert igazából attól függetlenül, hogy le van sarkítva a táplálkozás. Tehát, hogy innentől el kell jutni idáig. Igen. Tehát, hogy mi a cél? Hány kilót lőttél be, hogy a versenyre? Nem volt belőtt célom. Mindig a következő versenyt megelőző formához képest próbálom magamat alakítani. Az volt egy irányszám, egy irányforma, amit szerettem volna túlszárnyalni ezúttal. Ugye most egy kisebb pihenőre megyek, úgymond a verseny után, és szerettem volna ezt a színpadot most egy pici időre úgy otthagyni, hogy életem legjobbját hozzam ki. Ezért is tudatosan építettem fel ezt a nehéz diétát, és ezt a nehéz hosszú felkészülést, tehát 19 hét, soha nem csináltam még ennyire hosszú diétát. De a végén... Tehát az 4 hónap. Igen. Folyamatosan ugye ez azt jelentett, hogy folyamatosan mértem a kajámat, tehát mindig be volt pontosan tartva, hogy mikor eszek, hogy eszek, az edzéseket soha nem hagytam ki.
mindig napjában kettőt edzettem, ugyanúgy, és igazából minden napomat ez alapozta meg, és erre építettem a többi dolgot. De te naturál testépítő vagy, ami nem összekeverendő a naturizmussal, hanem hogy csak természetes, úgymond alapanyagokat fogyasztasz, tehát semmilyen plusz erősítő szert nem használsz. Így van, tehát semmilyen fajta dopping és semmilyen fajta szteroid készítmény nem használok. Ugye ezt a szervezetem, maga az IMBA szervezet is több teszten át vizsgálja. Tehát bármikor, mint egy úgymond profi sportoló behívhatnak téged így is van, így van, így van. Bármikor nekem is volt most ezen a versenyen kettő tesztem, tehát mind a kettőn részt kellett vennem ahhoz, hogy el tudjak jutni esetleg a versenyhez. Ezt folyamatosan figyelik, folyamatosan vigyázzák, hogy tényleg csak olyan sportolók álljanak fel a színpadra, akik tényleg szteroid és dopingmentesek. Érintetted ezt a felkészülési időszakot, de azért kíváncsi lennék, hogy honnan indultál kilogramba és hova jutottál el? Hát ha csak a súlyt nézem, akkor a felkészülésemet 107,5 kilóról indítottam el, és a színpadra lépést megelőző napon 90,5 kilóval zártam a felkészülést, tehát 16 kiló. És ez fokozatosan ment le, vagy volt? Fokozatosan így van. Azért utolsó két hétben már azt mondom, a súlyom már stagnált, ilyen 95,5 kiló környékén, és az utolsó hét a vízhajtás meg a szénhidrátürítés miatt egy 5 kiló azért még gyorsan lecsusszant. Ugye ekkor akkor értük el ezt a szálkás száraz formát, amikor már ugye a bőr alatt már nagyon-nagyon kevés víz van. És hogyan lehet ezt elérni? Tehát, hogy a vízhajtást. Gondolom azért a szervezetet fel kell tölteni előtte vízzel. Igen. Ugye ez a vízhajtás, ugye a szénhidrátürítés arról szól, hogy az utolsó héten ugye a szénhidrátraktárakat teljesen leülítjük, ami azt jelenti, hogy már elveszünk mindent, tehát nincsen rizs, semmilyen durumtészta, semmi hasonló, csak marad a főzött hal egy kevés zöldséggel kiegészítve. És minden nap ugyanezt? Minden nap ugyanezt, igen. Ez nagyon-nagyon monoton. Utolsó héten, vagy igazából a versenyfelkészülés utolsó időszakára mindig azt szoktam mondani, hogy itt mindig az elmének a bajnokává kell válni, nem pedig a testé. Hát a testet ki fogja bírni, ki tudja bírni, de viszont fejben nehéz kitartani, hogy amikor éhes vagy, akkor ne nyújj bele valami más kajába, és amikor már unod a halnak ezt a vizes ízét, akkor se tegyél rá egy pici fűszert. Amikor már nehezen bírod lenyelni azt a 15. liter vizet, akkor is még... 15. liter vizet? Igen. 15 liter víz mikor? Tehát egy nap egy alatt? Egy nap alatt, igen. Az első három napban emeljük fel nagyon, vagyis én személy szerint a vizet, ami azt jelentette, hogy minden nap 15 liter vizet ittam meg, igen. És közben még naponta kétszer edzettél. Naponta kétszer edzettem, és mellette pedig dolgoztam ugyanúgy, igen. Nehéz volt belesűríteni egy napba ezt a programot, mert általában én reggel 7 órától dolgozom. De Pesten élsz, ugye? Igen, már Pesten élek, most már 8. hónapja. Fönt is dolgozom, mint személytréner. Úgyhogy már reggel 7 órától már vendégeim vannak, tehát ezt csak úgy tudtam megoldani, hogyha... Ami szintén mozgás. Így van. Tehát ugye a személytréner az... Picit most már elkanyarodott az eredeti szakmájától, de egyébként ez egy eléggé komoly fizikai és mentális munka, szerintem. Most legalábbis, hogy én végzem. Úgyhogy ezt a nagyon sok mindent belezsúfolni, abban ezt csak úgy tudtam megoldani, hogyha minden nap 3 óra 50-kor keltem, akkor elmentem egy 2-2,5 órás sétára a városba, ez ilyen kardióként, egy kis anyagcserefokozás, ugye a vízhajtás miatt. Hazamentem, összepakoltam és irány dolgozni. És napközben volt egy húzós edzésem, egy nehéz húzós edzésem, amit ugye nagyon alacsony tápanyagbevitel mellett azért elég nehéz volt megoldani. Aztán pedig még este, még délután munka volt, este haza, másnapig dobozolást megcsinálni ugye a kajának, és aztán pedig reggel megint keltem. Ez tartott 19 hétig, és utána eljött a verseny napja. Így van. Hogyan zajlik? Először csak én azt látom, hogy bekennek valami bronzkenőcsel. Igen. Nálunk ugye már egy nappal korábban le kell mennünk egy első dopingtesztre. Ott olyankor történik meg a regisztráció, a mérlegelés, a nevezés maga. És akkor másnap volt a verseny. Nekem délután 4 órakor volt a elődöntőm, ami azt jelentette, hogy ilyen egy óra felé mentünk ki a versenynek a helyszínére.
2 órakor volt ez az említett barnítás. Ugye ez azért kell, ez az erős szín, ez az erős barnítás. Ez jobban kihozza a kontúrokat? Így van, tehát a színpadon nagyon erős fények vannak, és a jó száraz formát, ezeket a jó definiált izmokat egy ilyen sötét szín adja meg, amivel erős fény ugye párosul, és akkor fog igazán látszódni a jó tónusos izom. Ugye erre egy pici olaj megy, hogy még csillogósabb legyen, úgymond a színpadon a sportoló, és akkor így jön ki tényleg az igazán jó forma. Tehát eléggé sok minden múlik azon is, hogy milyen a szín. Tehát ha valaki túl világosra fújnak, vagy túl sötétre fújnak, megint már nem azt a tónust adja, amit a versenyző maga tud produkálni. De hát képzelem, hogy 19 hétig koplasz, nem iszol, stb. És utána ott van ez a verseny, tehát akkor már... Tehát nem kimerítő, tehát akkor vagy leginkább kimerülve? Igen, ez ennek a testépítő versenyzésnek borzasztó nagy kontrasztja van, mert ugye az életed legjobb formája van, amit tényleg ki tudsz hozni a testedből, de viszont belül romokban vagy, mert egyszerűen túl van feszítve a határaid teljesen belül, és nehéz úgy felállni színpadra, hogy közben minden porcikád egyszerre megfeszüljön, és meleg van fönt, szomjas vagy, éhes vagy, kimerült vagy borzasztóan. És mosolyogni kell. És mosolyogni kell, és oda kell tenni magadat, mert ez a 19 hét abban a 5-6-7 percben csúcsosul ki csak. Tehát annyi időd van rá, hogy megmutass, mit tettél össze 19 hét alatt. Tehát eléggé nehéz, és hogyha ott nem teszed oda magadat, és ott nem szered össze magadat, akkor buktad az egész 19 hétet, mert senki nem kérdezi meg, hogy mit tettél meg előtte. Hogyan zajlik egy ilyen testépítő verseny? Tehát itt is vannak, mint például mondjuk a műkorcsolyában, hogy van kötelező, szabadon választott gyakorlat. Nálunk úgy néz ki a dolog, hogyha vegyük alapul a mostani versenyt, mi 9-en álltunk fent a színpadon. Mi vagyunk úgymond a naturál testépítésnek, a hazai naturál testépítésnek a király kategóriaként nevezett open kategóriája, tehát ez súlykorlát. Tehát ebben mindenki indul. Igen, ez súlykorlát nélküli, nincsenek semmilyen fajta súlymagasság szabályok, tényleg itt a legjobbak indulnak el, úgymond. Különösen a idei mezőny elég erős volt, mert azért is nevezték király kategóriának, mert a 9 versenyzőből már többen aznap bajnokok lettek más-más kategóriákban, tehát már eleve bajnokként léptek színpadra, és egyre sem mondtam volna azt, hogy nem odavaló, tehát borzasztóan jól felkészült versenyzők voltak megint csak a színpadon. Nálunk úgy néz ki a dolog, hogyha 9-en vagyunk fönt a színpadon, akkor vannak először egy ilyen kötelező kihívások, tehát ketté veszik ezt a 9 főt, kihívják őket, és ezt a kötelező 11 poszt be kell mutatnunk a bíróknak, és utána pedig jönnek az összevetések, ami azt jelenti, hogy... Ketten mentek fel, vagy... Nem, hanem mindenki, és ugye attól függ, hogy a bírói panel hány főből áll, és kiket szeretnének látni. Tehát elkezdenek kihívogatni számokat, hogy kiket szeretnének összevetni, hogy köztük eldőjönnek a helyezések. És hogyha ha úgymond szerencséd van, akkor csak egy párszor hívnak ki. Nekem mondjuk nem volt túl szerencsés dolgom, mert azt hiszem 7 vagy 8 kihívásból 6-ban szerepeltem, ami eléggé fárasztó tud lenni abban a állapotban. Ugye meleg van, fullaszt egy kicsit a barnító is, szomjas is vagy minden hasonló, tehát minden összejött, ami csak létezik. Úgyhogy eléggé megszenvedtettek bennünket az elődöntőkbe. Ha ezzel megvoltunk, ugye már bíráknak már nincsen több összevetése, akkor visszamegyünk a backstage-be, próbáljuk magunkat összeszedni. Általában ilyen 40-50 percet adnak nekünk, maximum egy órát adnak nekünk, hogy a döntőrig felkészüljünk. Ilyenkor mindig bemondják, hogy ki a top 6, top 5. Általában 5 vagy 6 főt szoktak a döntőbe beválasztani. És ők mennek tovább a második fordulóra, amit mindig egy szabad pózzal kezdünk. A szabad póz az azt jelenti, hogy egy 60 másodperces saját magad választott zenét. Lényegében egy forma gyakorlat, igen, amit be kell mutatnod, a saját kedvenc pózaidat próbáld ötvözni a zenével. Igazából egy show elem mindenféleképp. Ez a 6 versenyző ezt megcsinálja, utána jön a döntő, ami azt jelenti, hogy újra 6-an felállunk a színpadra, újra lenyomjuk a kötelező pózokat. Utána pedig van egy úgy hívják ezt, hogy pose down, ami azt jelenti, hogy kapunk egy ilyen 1-1,5 perces pörgősebb zenét, és kiegednek bennünket. Igazából egymást próbáljuk meg. De gondolom ez a fő, ez a finálé, nem? Igen, ez a finálé, azt mondom, hogy ez teljesen a közönségnek szól, a bíráknak szól. Részemről a póznám mindig egy ilyen köszönet a közönség felé, tehát már tudom, ez igazából nem annyira számít vele. És szurkolnak is? Szurkolnak, hál' Istennek az Imba közönség eléggé jó. Tehát kicsi közösség vagyunk, ugye naturál sportoló, vagy naturál sport eléggé szűk család,
de annál összetartabb is, annál jobb. Tehát nálunk nincs a színpadon ilyen ellenségeskedés, hanem inkább csak ellenfelek vagyunk, nem pedig ellenségek egymással, tehát nagyon jó hangulatban szokott zajlani ez a pose down is. Tehát jó pár kép is, amit én is feltettem, közösen készültek a versenyzőkkel, mert mindenki vagy úgymond, nem szóval szereti egymást, de nagyon jó kívülünk egymással, és részemből a pose down egy ilyen közönségnek egy ilyen köszönet, hogy szurkolnak, hogy ott vannak és csinálják. És ez idén eléggé erősen sikerült, mert még a színpadot is ott hagytuk a versenyzőkkel, és lementünk a nézők közé, és ott kezdtünk el pózolni, aminek nagyon örültek. És ezután pedig jön az eredményhirdetés. Itt volt egy pici kis csavara a versenyünkben, mert ugye hátraállunk a színpadra, és akkor elkezdik kiírni a helyezéseket 6., 5., 4., 3., és akkor ugye kiderült, hogy mi vagyunk a top 2, egy nagyon jól felkészült versenyzőtársammal, és megkérték a többi már díjazottat, hogy lépjenek hátra, minket előre, és újra lepontoztattak bennünket. Tehát még egyszer le kellett pózolnunk, már ilyenkor már csak mosolyogtunk egymásra, hogy már megint le kell, de ez már nem osztott, nem szorzott, és utána volt az eredményhirdetés. Bemondták a második helyzetet, ami nem én voltam szerencsére. Nagyon-nagyon meglepődtem, mert tényleg nagyon-nagyon jó volt a ellenfelem, és egész végig ezen gondolkodtam 19 héten át, hogy sikerülni fog-e felülmúlni azokat a formákat, amiket eddig felvittem a színpadra, és sikerül-e majd tényleg úgy befejeznem, ahogy ezt én szeretném. És ezért is rogytam össze úgymond a színpadon, nem azért, mert nem csak a fáradtság, igazából a 19 hét feszültsége az minden rajtam volt, tehát ugye a vállamon volt ez az utolsó, kimondott utolsó, idézesen utolsó verseny, és aggódtam, hogy nem tudom azt hozni, amit tényleg kell, de lekapogom a fotók, meg a képek alapján, meg hogy én is láttam a formát, tényleg az életem eddigi legjobb életükkel sikerült színpadra állítani. És utána jött még a ráadás. Utána jött még a ráadás, igen. Megint volt egy kicsi időnk felkészülni, ugye a sok után össze kellett magamat szedni. És utána jött az abszolút választás. Az abszolút cím az aznapi férfi bajnokok közül választják ki egy bajnokok bajnokát, úgymond. És újra fel kellett állni a színpadra, újra le kellett pózolnunk a kötelező pózokban, megint volt egy pici pózdán, ez már ezért sokkal szolidabb sikerült, mint a király kategóriában, de ezt is megcsináltuk, és itt sikerült egy olyan dolgot elérnünk, amit eddig még nem is gondoltam, meg az imba történetében még nem fordult elő, ami azt jelentette, hogy ugye ez 10 pontozó bíró pontozza az abszolút választás, az abszolút címet, és a 10 bíróból 10 az én nevemet mondta. Így sikerült abszolút címet is szereznem. Abszolút, ez már. Igen, ez már a tetejének a teteje. De azután pedig jött még ennek is a teteje, ami azt jelentette, hogy sikerült ezekkel a címekkel, meg az eddig eredményekkel kiérdemelnem a IMBA PMBA Pro kártyát, tehát profivá sikerült avanzsálni az este. Ez mit jelent? A profi cím nálunk a naturál sportolóknak az elitjét jelenti. Tehát lasszag az? Igen. Mr. Olympia? Igen, ugye ezzel a címemmel már sikerült kvalifikálnom a naturál Mr. Olympiára, ami a profi mezőnyben tartják. Viszont az eredményem a közelebbi célokat nem változtatta meg, a távolabbi célokat már pedig gyökeresen. Úgyhogy egyelőre még nem megyünk Las Vegasba. Ez egy komolyabb felkészülés és a komolyabb alapozást igényel ez a verseny. Nem szeretnék azért, mert hogy profi lettem, egyből beleugrani ebbe a mezőnybe. Mivel profi elit mezőnyről beszélünk, szeretném az én szintemet is emelni. Tehát ilyen step by step lépésről? Így van. Tehát minimum egy évet szeretnék kihagyni, amit pihenéssel és ennek a versenysorozatnak az alapozásával szeretnék eltölteni, ami azt jelenti, hogy mivel eddig én úgy készültem, hogy soha nem volt támogató, szponzor vagy bármi hasonló, aki ebbe ezekben támogatna és segítene, próbálkozunk ezekkel a címekkel most már egy olyan tábort, vagy egy olyan segítséget magam köré gyűjteni, akik már ebben tudnak nekem segíteni. Ugye a profi versenyzés jelenti azt is, hogy most már külföldre is, vagy igazából csak külföldön fogok tudni versenyezni a profi mezőnyben,
ami ugye még több anyagi mozottal fog járni. Magyarországon hány profi testépítő van ebbe az imbába? Számokat nem tudok mondani, hogy hányan vagyunk, de eléggé szűk a kör azért magyarok közül, főleg testépítő kategóriában. Tehát eléggé szűk körbe sikerült most így bekerülnem ezzel a címmel. És közben folytatod a munkád. Így van, folyamatosan dolgozom. Igazából szombaton lement a verseny, már hétfőn már dolgoztam. Úgyhogy nem sok idő maradt a pihenésre, hanem egyből visszavágtam a munkába. De azért már enni szabad, tehát ott már lehet fűszeret se tenni. Igen, most már lehet. A verseny után azért egy pár napig elcsúsztunk, azért a 19 hét az megtette a hatását, úgymond. Tehát mindent, amit gondoltunk, azt magunkhoz vettünk. De most már így ez a hét így lement, így megengedtem magamnak ezt-azt, most már visszaálltunk a normál kerékvágásba. Ezt a részét ugyanúgy szeretem, hogy megfelelően tudok étkezni, megfelelően tudok táplálkozni, ugye a fejlődésemet ez segíti. Úgyhogy most már letisztáztuk a dolgokat, úgyhogy most már visszaállunk a régibe. Jó munkát, sok sikert kívánok neked a profi karrierhez. Nagyon szépen köszönöm.